kezdőnek bebonyolításához és bármilyen probléma megoldásához nyújtatják a segítséget. És egy másik apukát, Szlukovényi Tamást, aki az iskola bármilyen problémájával segítséget nyújtott, és mindig számíthattunk a segítségére. Reméljük, hogy ez már is így. Hála és köszönet illeti az alsós tanítónéniket, akik elindították a gyerekeket az iskola szövevényes útvesztőjében, akik megtanították a betűvetés alapjait, és bevezették őket a mi közösségünkbe. Köszönetet mondok Galambos Katalin és Pockorini Matesz Tíme a tanítónőknek. Köszönöm Szolnok Jenikő tanárnőnek a munkáját, aki az osztály egyik felét vezette 2 évig. Hálásan köszönöm Andi néninek a munkáját, aki a legnehezebb korban vezette a gyerekeket. Nyesegette a vadhajtásokat, és minden nap fülkanyóként gondoskodott róla, mindig következetesen és precízen intézte az ügyeiket. Nagy adománya jó Istennek, hogy itt van velünk Gyulajta, és ti a 2 utolsó tanéveteket együtt tölthettétek velem. Köszönjük az osztályviséket, az iskolamiséket, a hétfői gondolatokat. A jó Isten adjon neki sok erőt, jó egészséget további munkájához. Köszönöm a hitoktatóknak, hogy mindig figyeltek rátok, és minden kollégámnak, aki a 8 év alatt veletek töltött a napjait. Kedves gyerekek, most elbúcsúzok tőletek, a 8. kastélykapu bezárulik, ahogy tegnap mondtátok. Kívánok nektek az új iskoláitokban sok sikert, kívánom, hogy legyen ugyanilyen jó osztályotok, maradjatok mindig ilyen vidámok, érjetek el újabb sikereket. A Jóisten áldja meg további életeteket, és a tablótokra írt sorokkal induljatok tovább. Lehet, hogy gyenge még a hangunk, lehet, hogy éppen még bizonytalan. De indulunk, a szépet jót akarjuk, érezzük, hogy hitünknek szárnya van. És soha ne felejtsétek el, hogy ti vagytok a földsói. Köszönöm szépen!